Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hallgassák most meg a testvérek azt a két igét, amelyet a mai alkalomra, erre a találkozóra választottam. A két igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Az Ószövetségi ige a példabeszédek könyvének 15. fejezetéből való a 15. vers. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig öröme. Az Újszövetségi ige pedig Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből, az első fejezetből, a 13. és 14. versben így hangzik. Ő benne, Krisztusban pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ez Istenünk igéje. Amen. Ez most a Szent Háromság Isten dicsérő költők országos találkozója, és azt hiszem, mégis nyugodtan köszönthetem így a testvéreket, hogy keresztény gyülekezet, hiszen mindannyian Krisztushoz tartozunk, és testvéreim a Jézus Krisztusban, mert benne egyek vagyunk. Talán minden ember számára, nem csak a keresztény emberek számára, hanem minden ember számára általános tapasztalat az, hogy sokfélék vagyunk, más beállítottsággal. Van, aki hajlamosabb arra, hogy bűnnek adja a fejét, van, aki hajlamos arra, hogy hamarabb lelkesedjen, különbözőek vagyunk, és ismerjük azt az igazságot, amelyet a példabeszédek könyve megfogalmaz. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig öröme. Hogy mire irányul az életünk, hogy hányfélék vagyunk, hogy mi az én saját életemnek a célja, hogy minek szentelem a napjaimat, hogy minek szentelem a gondolataimat, az sokat elárul rólam személy szerint, és elárul rólunk közösségként is. A csüggedőnek mindig rossz napja van. Aki mindenben a rosszat látja, az hajlamos arra, hogy az egész életét így élje. A jókedvűnek pedig mindig ünnepe, mondja a példabeszédek könyve, és mi pedig Krisztusban azt az ajándékot kaptuk, hogy ne kell ingadoznunk, csüggedés, és mindig jókedv, talán felelőtlen jókedv között, hanem nekünk megvan az a iránya az életünknek, az a vezérfonala, amely a Szentírás, és az az elhívás, amelyet Krisztustól kaptunk, ami arra hív minket, hogy Krisztus kegyelméből az Istent dicsérjük. És én hiszem azt, hogy ma ezen a találkozón ez fog kifejeződni minden szóban, legyen az vers szava, legyen az ének szava, hogy a mi életünknek az értelme abból fakad, hogy Istentől kaptuk az életünket, és ezért felé hálásak vagyunk, és abból, hogy nem egyszerűen csak úgy általánosságban hiszünk az Istenben, hanem hisszük azt, hogy Jézus Krisztus az, akiben a mi megváltásunk és örök életünk van, aki által az örök életünket már most, a mai napon is éljük, amióta az ő szeretetében vagyunk, ez már akkor elkezdődött, és benne megtartatunk. Ez a mi ünnepünk és örömünk napról napra, a nehezebb időkben is, amikor gondjaink vannak, vagy megpróbáltatásaink, hiszen sok vers is tanúskodik erről is. A megígért Szentlélek itt van közöttünk. Hívjuk őt énekben, imában, versben, és az Isten közöttünk van. És az Isten Krisztus által megvált minket az ő dicsőségének magasztalására. Így telik ez a mai napunk együtt. Istent dicsérjük,
minden gondolattal, minden szóval és minden cselekedetünkkel, és teljen így az egész életünk, Isten áldásával. Imádkozzunk! Mennyei jó Atyánk! Köszönjük, hogy Te összegyűjtöttél minket ezen a mai napon, sokféle helyről, sokféle helyzetről. Köszönjük, hogy együtt dicsérhetünk Téged, szívvel, szájjal és lélekkel. Áld meg, Urunk, ezt a mai találkozásunkat. Fogadd el tőlünk jelenlétünket. Fogadd el szívünk minden felé szálló gondolatát és imáját. Légy áldásoddal velünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Most a 22-es ének második versét énekeljük el együtt.